Gyuros Tibor a IVS alapítója volt, és a korai években, az első 10 évében az IVS-nek egy meghatározó személyiség volt. És tragikus távozása után adódott az, hogy róla elneveztük a menedzser díjat, tehát így lett Gyuros menedzser díj. Azt gondolom, hogy az IVS mind a mai napig őrzi az ő innovatív képességét. Egy díjat az határoz meg alapvetően, hogy kik adják, de legfőképpen az, hogy kik kapják. Abban a sok-sok évben, amióta a Gyuros díjat átadjuk, meghatározóvá váltak a hazai vállalatok, alapvetően hazai KKV-k vagy hazai startupoknak a vezetői kapták meg ezeket a díjakat, és egy olyan nagyszerű listát tudhatunk maga mögött, hogy ez a díj igazából egy igazi orákulum lett, ami azt jelenti, hogy akik ezt a díjat megkapták, akkor rövidesen ők valami nagyon nagy sikert, komoly akvizícióban lehetett részük, vagy ők vásároltak meg valakiket, vagy őket vásároltak meg valakiket, de tényleg, tehát azt gondolom, hogy a IVS-nek, illetve a zsűrinek ezzel a díjjal sikerült azt a pontot elkapnia, hogy valakiben rendkívül nagy tehetséget látunk, nagy képességeket látunk, és utána lett belőle igazából a piacnak meghatározó szereplője. Gyuros díjat az elmúlt 24 évben adunk ki, és lehet azt mondani, hogy durván a felétől komoly változások történtek, kiteljesedett a szakma. Tehát egyre inkább a 2010-es évek után beköszöntött a digitalizáció időszaka, ami azt jelentette, hogy már nem csak informatikai vállalatok használták a digitalizációs technológiának a lehetőségeit, az eredményeit, hanem bizony most már széles körön is használták, akár a pénzügyi intézetek, kutatóintézetek, például a biotech terület előszeretette, és nem véletlen van az, hogy az elmúlt 5 évben számos olyan nyertesünk is van, akik ezekről a területekről jöttek már, így eszembe jut hirtelen a Vive, vagy az OnCompass, vagy akár a Turbine, amik folyamatosan nagyon nagy karriert futnak be, és meghatározóak talán nem csak Magyarország, Európa, hanem az egész világnak a technológiájába, technológiai tudás fejlesztésében. Nagyon fontosnak tartom, hogy a 2022-ben is megtaláljuk az igazi példaképet, ezért kérlek benneteket, és kérlek téged, hogy jelöljél te is, jelöljél mind a 4 díjra, és Ha ez így lesz, akkor biztos vagyok benne, hogy megint sikerül egy új, nagyszerű példaképet találnunk.